Április 1-től emelkednek a pótdíjak a Volán buszjáratain. Az utazási igazolvány kedvezményes vagy díjtalan utazásra jogosító okmány nélkül, illetve érvénytelen jeggyel bérlettel utazók által a helyszínen fizetendő pótdíj mértéke 12 ezer, a pótdíjazástól számított 3-30 napon belüli teljesítésnél 8 ezer forint helyett 25 ezer, 30 napon túli tartozás esetén pedig az eddigi 12 ezer forint helyett 50 ezer forint lesz. 3 napon belül még lehetőség lesz a helyszíni bírsággal megegyező mértékű 12 ezer forintos pótdíjat fizetni. Az utólagos bemutatás költsége 2500 forintra nő. A cél, hogy mindenki érvényes jeggyel vagy bérlettel utazzon a Volán busz járatain. A múlt évben 186 ezer járat ellenőrzése során mintegy 12,5 ezer esetben összesen 98 millió forint pótdíjat szabtak ki az ellenőrök. A büntetésekre jellemzően azért kerül sor, mert az utas fizetés után nem veszi át a menetjegyet, nem tudja igazolni az igénybe vett kedvezményre való jogosultságát, lejárt a kedvezménye, vagy érvénytelen igazolványa veszi igénybe azt, esetleg kiemelten kedvezményes bérletét nem a megfelelő viszonylatban használja.